Következő telefonálunk. Jó napot kívánok, szerkesztő úr. Üdvözlöm. Vajda Miklós vagyok. Hát én egy kicsit történelmi távlatból megpróbálom nézni ezt a chicagói pert, amely szerintem egy mondva csinált per, és az úgynevezett holokauszt iparnak a része lehet. A következőről van szó szerintem. Ugye Magyarország abban az időben már abban az állapotban volt, hogy hadat üzent az Egyesült Államoknak is, német befolyásra. Tehát semmilyen fegyverbarátság, illetve politikai... Igen, ez Bárdosi László jelentette be annak idején. Pontosan idején. Így van. Pontosan így van. Na most volt egy amerikai nagykövet abban az időben, John Flournoy Montgomery, aki Budapestre volt akkreditálva, és ő írt egy könyvet, Magyarország óvonakodó csatlós, ez 1993-ban jelent meg, és a 86. oldalon írja ő a velünk hadban álló Egyesült Államok nagykövete. 44 márciusáig Magyarország volt az egyetlen európai ország a Pireneusoktól keletre, ez azért fontos, mert a spanyol és portugál állama semleges volt abban az időben, ahol a zsidók élete biztonságosnak volt tekinthető. Az ország megszállásáig 60-70 ezer zsidó menekültet is befogadott, Hitlernek Magyarországgal szembeni haragját többek között az váltotta ki, hogy menedéket adtunk az akkori magyar állam ennyi ide bevándorló, főleg osztrák, szlovák, meg lengyel zsidó. Lengyel. Legfőképpen lengyel voltak. Így van, így van. Az osztrák zsidók egyébként Kínába mentek, Shanghaiba alakult ki aztán egy zsidó közösség, amit nagyon kevesen tudnak Magyarországon. Köszönöm szépen, én se tudtam. Na most, ha ehhez hozzávesszük, hogy a háború vége felé a felszabadító harcok során például a Varsói gettónál, ha jól tudom, akkor a Vörös Hadsereg odaért, de lábhoztett fegyverrel végignézte, amikor a gettólázadást leverték a náci csapatok a másik irányból, tehát a nyugati irányból. Ezek után, vagy ennek ellenére a magyar vasutakat pereli be ez az amerikai chicagói szervezet, mert gondolom ez egy, ha más nem egy pertársaság, de valamilyen szervezet. Pertársaság, igen. Ugye? Tehát én nem látok erre jogi alapot, annál is inkább nem, mert ön is említette az előbb, hogy van egy franciaországi precedens erre. Igen, hogy... azt elutasították. Ja, igen, igen. Tehát itt is várható ez továbbá. Amiért én említettem ezt a bizonyos holokauszt ipar megjegyzést. Összeszámoltam úgy hirtelen, eddig 13 alkalommal az én tudomásom szerint volt már különböző ürügyekkel, különböző részekre, a zsidóság részére kárpótlás, amiben Magyarország is részt vett. Na most ezt nem akarom felsorolni, ezt gondolom ön is tudja. Ebbe benne van... Eve vitatkoznék, de hallgatom önt. Tehát lehet, hogy én rosszul tudom. Nem, mondja, hallgatom, aztán majd válaszolok. Lényeg az, hogy ebbe benne voltak azok is, akik ott elpusztultak, illetve azoknak a rokonai részére, leszármazottak részére, aztán voltak olyan esetek, amikor az elkobzott vagyonoknak a kárpótlására történt ilyesmi. Na most ezt én nem tartom jogtalannak. Csak azt nem értem, és ez már akkor egy történelmi megközelítés kérdése, hogy amennyiben ez jogos volt, és miért ne lett volna az, megint fölmerül a kettős mérce, mi van azokkal, akiket a úgynevezett felszabadítás vagy felszabadulás után hurcoltak el kelet felé, akik között szintén nagyon sok zsidó ember volt, de nem is kell keletre menni, elég a Recskig elmegyünk. Válaszolhatok? Hogyne, természetesen. Szóval kérem szépen, effektíve Magyarország mind a mai napig semmit nem tartott be. Teljesen mindegy, hogy milyen kormány volt hatalmon. Minden kormány 1947-től a Párizsi Békeszerződéstől kezdve becsapta, kihasználta mindazokat, akiket megfosztottak. Tehát most zsidót és nem zsidót is. Mindegyik kormány becsapta. Gondoljanak csak vissza ezekre az ócska kárpótlási jegyekre, amiket adtak, amikor már kiadták, nem ért semmit szinte. De valamit még lehetett érte venni, a más nem annak idején szőnyeget egy... Már nem is emlékszem, hogy hívták ezt a céget.
Üdvözlöm, szerkesztő úr. Tényleg, Tibor, mit szólna alakítani egy pártot? Hát, hogyha szerepet kapok benne, akkor mindenféleképpen támogatom ezt az elszámoltatást, például úgy gondolom, hogy hatékonyan le tudnám vezényelni. Sok elszámoltatni való lenne. Hát is, meg kérdés, hogy mennyi időm lenne hozzá, amíg egy 762-es milliméter űrméretű lőszer eltalálna. Hát, lehet, hogy egy Glock is elég lenne. Hát igen. Sajnos, na mindegy, ne is beszéljünk el rémisztő dolgokról. Mit szól ehhez? Ön szerint kiderül ez a tabu 2006-ról, hogy Gergényit miért nem veszik elő, meg a többieket? Hogy lehet egyáltalán szolgálatban az a rendőr, aki vert, sőt, ha jól tudom, el is ítélték? Ebbe az ügybe elszámoltatás véleményem szerint belátható időn belül nem lesz. Mégpedig azért, mert ez felborítaná a rendszerváltáskor az ön által is sokat emlegetett háromszögletű kerekasztalnál kialakított státuszkót. És ez per pillanat nem érdeke a Magyarország agóniájából hasznot húzó erőknek. Ennyi röviden a történet. Ha majd káoszra lesz ezeknek az embereknek szüksége itt Magyarországon, akkor én azt megnyugtatok mindenkit, hogy az 3 napon belül úgy fejre lesz állítva ez az ország, és olyan furcsa dolgok fognak itt történni, hogy az csoda lesz nézni, mint ahogy ezt megpróbálták ugye 2006-kor a tévészékházostromnál, nagyon érdekes módon körülbelül 3 nap alatt 15-20 forinttal drágább lett az euró. És hát, utána pedig nyilván megerősödött ez alatt a körülbelül 1 hét alatt a magyar gazdaság annyira, hogy utána a forint körülbelül 238 forintra, vagyis a euró 238 forintra süllyedt vissza. Úgyhogy erről ennyit. Akkor lesz itt változás, engedjen meg, mert látom, hogy nagyon rövid az időm. Véleményem szerint most virtuális politikusok virtuális kormányzása létrehozott egy virtuális országot, amit Magyarországnak hívnak, és sajnos ez addig nem fog változni, amíg olyan emberek irányítják a politikai életet, akik maximálisan devalválódtak és prostituálódtak az elmúlt 20 esztendő alatt. Teljesen mindegy, hogy kikre szavazunk ezek közül. Tehát akik 20-30 éveket lehúztak az MSZMP kötelékébe, majd körülbelül 3 vagy 4 éven belül 3-4 pártot is cseréltek. Szóval ezektől az emberektől nem tudom, hogy mit lehet várni. Tudok én olyat most, aki olyan kő fideszes, de megjárt minden. És ez igaz a média munkásokra. Ne is akarja, hogy kimondjak. Úgyhogy ne áltassuk magunkat, neveket, hogy amíg ezen nem lesz változtatva, addig itt bármi is történik. Szóval addig jönnek a vonatok, aranyvonatok, chicagói vonatok, és ezek azért nem ütköznek, mert egymás után mennek, és egy irányba.